egy keveset beszélni. Gyere hozzánk ide a dobogóra. Varázsolni fogunk. Varázsolni is fogunk, még ez is előfordulhat. Te nem csak arról vagy híres, hogy gyönyörű előadásmódban énekled a számaidat, és 40 éve vagy a pályán. Nagyon sokan tudják rólad azt is, hogy a fiatal tehetségeket szívvel, lélekkel ölelett fel. Nem olyan régen, január 20-án emlékeztetett meg Zambó Jimmy temetésének első évfordulójáról a Csepel plázában. Ha jól tudom, közel 30 sztár vendég volt. Így van. Mesélj erről egy picit. Hát ez egy nagyon szomorú, de nagyszerűen sikerült előadás volt. Többek között az az érdekessége a dolognak, hogy nem csak a bevált sztárok énekeltek, hanem egy-két olyan fiatal tehetség is, akik hát itt tudtak bemutatkozni. Többek között Szirmai Tamás, aki egy nagyszerű muzsikus, és instrumentális formában dolgozta fel a legsikeresebb Jimmy dalokat. Azért érdemes erre odafigyelni, mert ezek a dalok egy új dimenzióban indultak el, tudnilik, akkor is lehet ezeket nagyszerűen hallgatni, amikor egy baráti találkozó van, vagy egy üzleti tárgyás, egy háttérzenének is zseniális. És úgy gondolom, hogy olyan szinten van ez feldolgozva, hogy nagyon nagy sikert lehet jósolni ennek a Szirmai Tomi lemeznek, ami nem sokára megjelenik. És jól tudom, a Király legszebb dalai címmel, azt hiszem ez a címmel. Egyszer megjavulok én egy korona gyöngycele. Vagy egyik, hogy igen, akkor te jobban tudod, igen. Azért tudom jobban, sőt azt is tudom, hogy 11 dal fog szerepelni ezen a CD-n, mert megmondom őszintén, hogy napokban az OSK-ba jártam, igen. És ott hallottam ezt a CD-t, ami bár még egyelőre nincs a piacon, de meghallgattam, és megmondom őszintén, hogy bár én egy kicsit laikus vagyok a zeneművészetben, de nekem azonnal Richard Kleiderman jutott az eszembe, miszerint Szirmai Tamás játéka, azt hiszem, hogy borzasztóan hasonlít Kleiderman játékához, ugyanakkor én azt mondom, amit te is mondtál, hogy ez jobb annál, hogy miért, mert a miénk. Így van. Mert magyar. Én azért kérdeztelek őről, mert szeretném meghívni majd a későbbiek folyamán a műsoromban. Érdemes. Természetesen majd akkor, amikor megjelent a CD, hiszen szeretném, hogyha a CD-t is bemutatnák. De te, aki 40 éve vagy a pályán, azt hiszem, hogy te vagy arra érdemes, aki igazán el tudja mondani, hogy jó, vagy mégsem, hívjam, vagy mégsem. De én nekem az a véleményem, hogy ez a lemez egy nagyon hosszú életű produkció lesz. Mert tényleg szóval olyan szinten produkál Tamás ezen a lemezen, hogy én azt hiszem, hogy hatalmas perspektívát nyitott ki az ő zenei munkásságában, ezt folytatni kell, mert szívvel, lélekkel nekiállt ennek a produkciónak, és nagyon hosszú ideig dolgozott rajta, és aki ennyire át tudja magát adni a zenei hatásoknak, élményeknek, annak érdemes ebben foglalkozni, hát, hogy egy kitűnő muzsikus rengeteget dolgozott külföldön, csak Magyarországon kevésbé ismerik, mert eddig jóformán minden idejét külföldön töltött a legszebb helyeken. Szóval te is azt ajánlod, hogy hívja meg mindenféleképpen a... Kötelező meghívni, ne viccelj! Úgyhogy örülnék, hogyha minél előbb hallhatnám itt. Két hét múlva, hogyha igaz, igen? Akkor meg fog jelenni a lemeze, és ígérem Budapest Televízió nézőinek, hogyha ez a CD megjelenik, akkor Szirmai Tamás itt lesz velünk a műsorban, és bemutatja a CD-jét is, és természetesen önmagát is. Most azonban bulizzunk, ugyanis Sunny Dance Band! Just he love me, I wanna know. How can I tell if he loves me so? Is it easy? That's what it is.
Sunny Dance Bandet láthatták és hallhatták. A műsor elején megígértem önöknek, hogy egy kicsit az erotikával is megpróbálok a hölgyeknek kedvezni, olyannyira, hogy kivételesen nem egy csippendél fiú lesz a műsorban, hanem többen is lesznek, a Future Generation. Szervusztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Mutatkozzatok be, hagyd tudja a kedves nagy érdemű, hogy kik jöttek el hozzánk. Üdv mindenkinek, Takács Ákos indián vagyok. Csapattársam Horváth Csaba. Csaba, sziasztok. Áruljátok el nekem, hogy egy férfi hogy jut el odáig, hogy az a gondolat fogalmazódik meg benne, hogy mi holnaptól vetkőzni fogok? Lerázza, ne verje. Nem feltétlenül megfogalmazódik ez bennünk, hanem lehet, hogy az élet is. Életutunk éppen erre visz. Ez mit jelent? Hát gondolom valószínűleg később... Testépítés, színpad, így, ezt akartam közel áll hozzánk. Végül is én azt mondhatom, hogy 16 éves korom óta úgy közel áll hozzám a színpad, úgyhogy... Ez mit szeretem. Jelent? 16 éves korod óta vett nem. Az azért úgy erős lett volna. Tehát hogy kezdted? Nem. Először bodybuilding bemutatókkal kezdtem el a színpadi produkcióimat, és utána fotomodellkedéssel foglalkoztam, majd ebből jött a tánc, és végül így ez a csippendél dolog. És nálad? Hogy kezdődött? Nekem is kalandos volt. Én a főiskolára jártam, műszaki főiskolára. Halasztottam 2 évet, és utána ebben az időszakban találkoztam Ákos barátommal, és ő unszolására kezdtem el, azt mondta, hogy szerintem jó lenne, hogyha ezt csinálnám. Anyagi problémáim voltak, tehát először a pénzek kezdtem el csinálni, utána a főiskola elvégzése után is ezt csináltam, mert és éreztem, hogy ma mit jelent ez a számotokra? Ma is a pénzért dolgoztok, vagy azért megszerettétek a munkátokat, és inkább a munka szeretete visz előre benneteket? És egy másodlagos dologként természetesen a pénz is ott van, hiszen mindannyian ebből élünk, de szeretitek-e azt, amit csináltok, hiszen azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Mindenféleképp szeretjük, amit csinálunk. Miért szeretitek? Kedves a közönség, akkor én is sokkal nagyobb szívvel adom elő a műsoromat. Tehát... Gonoszkodhatok egy picit? Igen. Fiúk vagytok, vetköztök. Igen. Lányoknak vetköztök. Igen. Magyarán szóval nem kell udvarolni a lányoknak, mert amikor megérkeztek egy olyan helyre, ahol csippendél sót csináltok, a lányok még semmit nem láttak, de már hatalmas ovációt tör ki, és minden lány örjöng, és minden lány benneteket akar. Nem mondjátok, hogy ezt ti ha minden szeretnek. Lány, akkor általánosítanánk, és akkor lehet, hogy magad ellen beszélnél. Nem hiszem. Úgyhogy szerintem nem jó ez a megfogalmazás, mert nem feltétlenül minden lány rajong ehhez. Természetesen semmi olyan dolog nincs az életben, amit mindenki szeretne. Ez a szeretem dolog egy rettentően relatív fogalom. Kinek mi a szép, kinek mi a jó, ki melyik ételt szereti, és sorolhatnám. Viszont beszéljünk egy pillanatra arról, hogy tulajdonképpen a Future Generation-t nem ti ketten alkotjátok, hanem többen vagytok ebben az úgymond, mondjuk így, hogy együttesben. A többiek hol vannak? Elvileg csak 3-an vagyunk, az az igazság, de a harmadik csapattársunk sajnos ő lesérült, gerincével kisebb problémák vannak, és most ő így nem tudott velünk tartani, pedig nagyon szerettük volna. Hát neki előre is jobbulást kívánunk. Hol láthatunk benneteket? Felléptek-e valahol valamilyen állandó szórakozó helyen, ahol mindig megtekinthetünk benneteket? Keddenként a Class 7-ben, és most lesz egy új helyünk. A Lido Caféba fogunk végül is fellépni minden csütörtökön. Én legszívesebben azt mondanám, hogy ne halasszuk és ne húzzuk az időt, menjetek öltözni, de mielőtt ezt megteszitek, én megkérem a kollégákat, hogy adják ki a TV képernyőjére azokat a telefonszámokat és címet, ahol a fiúk, hogyha esetleg tetszik, akkor megrendelhetik, de valószínűleg ezt majd ráérnek később, akkor, amikor meglátták, hogy a fiúk mit tudnak a színpadon. Köszönöm, hogy eljöttetek, és nagy izgalommal várjuk azt, hogy mit mutattok nekünk. Köszönjük. Most pedig következzék a színpadon Pályer András. Jól tudom, mert olyan jó repülni, szállni végig.
ilyen az élet, s ez csuda jó. Mikor egyszer nálam jártál, mit is mondtál? Már mondanom sem kell, hogy Pályer öcsit láthatták és hallhatták. Most azonban mielőtt felkonferálnám a következő műsorszámot, tartogatok önöknek egy kis meglepetést, úgymond felhívást. Eddig, amióta én vezetem ezt a műsort a televízióban, igyekeztem mindig olyan vendégeket hozni, ami remélem, hogy nem csak megtisztelő volt az önök és a vendégek számára is, hanem lehetőleg nagyon szórakoztató is. Ám de! Ezentúl szeretném megkérni a kedves nézőket, hogy legyenek szívesek, ragadjanak tollat. Írják meg a véleményüket a műsorról, legyen az akár jó, vagy esetleg mégsem, vagyis rossz. Ugyanis mi a kritikát is nagyon szívesen fogadjuk, ugyanis ebből tanulunk. Ugyanakkor még valami fontos dolog van, amit nagyon szeretnék önöknek elmondani. Szeretném, hogyha megírnák levélben, hogy ki az a sztár, énekes, együttes, színész, artista, vagy bárki, aki eszükbe jut és szívesen látnák a televízióban, írják meg nekünk, és mi megpróbáljuk teljesíteni a kívánságot. A címet ne felejtsék ráírni a borítékra, Budapest Televízió, töltse velünk az éjszakát, Szalontai Andrea nevére címezve, 1085 Budapest, Orci út 44, 46B. És még valamit elárulok önöknek. Azok a kedves nézők, akik tollat ragadnak és beküldik nekem a jó, illetve rossz véleményüket, illetve azt, hogy kit szeretnének a következőkben látni itt a Budapest Televízió stúdiójában, azok között ki fogunk sorsolni CD-ket és kazettákat, könyveket, olyan dolgokat, amit az előtte lévő műsorban fellépő művészek itt hagynak nekünk azoknak a részére, akik ugye levelet írnak nekünk, és megírják a véleményüket. Úgyhogy ne felejtsék, írjanak nekünk levelet, 1085 Budapest, Orci út 44, 46B. Ne felejtsék, töltse velünk az éjszakát. Most azonban következzék a Bodikvártet.
A Bódik Kvártettet láthatták és hallhatták. Amíg itt voltam kicsit magányosan, és hallgattam ezt a gyönyörű zenét, elgondolkoztam a régmúltan. Emlékeznek önök még azokra az időkre, amikor itt Budapesten rengeteg olyan szórakozó hely volt, ahol bizony-bizony élő zene volt. És úgy elálmélkodtam egy picit, hogy egy buja hangvételű zene, egy kicsit félárnyékos, nem megvilágított hely, ahol az ember hozzábújhat a párjához, és úgy adhat puszit az arcára, hogy azt nem mindenki látja, és hozzá ez a zene, hát valami ilyesmi fogalmazódott meg bennem. Nem akarom tovább húzni a kedves nézők idejét, ugyanis most végre elkövetkezett az a pillanat, amikor következik a Future Generation.
Sokan panaszkodtak már nekünk eddig is, hogy miért van az, hogy az egyik műsorban striptease táncos nők vannak, akik mindig megmutatják magukat. Hát én nagyon remélem, hogy most az egyszer sikerült a kedves női nézőknek is igazi izgalmakat okozni. A műsor, ha esetleg tetszett, megrendelhető, van egy telefonszám, sőt, két telefonszámunk is van, és egy címünk is, ugyanis el kell mondanom, kötelességem, hogy elmondjam, hogy a művészeket, vagyis a Future Generation-t az Országos Szórakoztató Zenei Központ Kaleidoszkóp műsorirodája bocsátotta a rendelkezésünkre, akik a 6. kerület Városligeti Fasor 38 szám alatt található, de az adatokat azt hiszem már olvashatják is a TV képernyőjén. Most azonban nem húzom tovább az időt, hallgassák sok szeretettel Pályer Andrást. Egyedül kószálok az éjszakában, szemembe könnyed csal, hogy nem vagy nálam. Mióta elmentél, nincs boldog álmom. Emléked bennem él, hogy most is fájom. Ha tudnám, hogy merre vagy, utánad mennék. Bármilyen távol jársz, várlak még. Gyere vissza, kérlek, hozz vissza a szépet, legyen minden úgy, ahogy rég. Kérlek, úgy szeretlek téged, ahogy eddig senkit sem ég. Gyere vissza, kérlek, hozd vissza a szépet, legyen minden úgy, ahogy rég. Gyere vissza, kérlek, úgy szeretlek téged, ahogy eddig senkit sem ég. Mióta elmentél, magamba járok. Csak tőled várom én a boldogságot. Ha tudnám, hogy merre vagy, utánad mennék. Bármilyen távol jársz, várlak még. Gyere vissza, kérlek, hozd vissza a szépet, legyen minden úgy, ahogy rég. Gyere vissza, kérlek, úgy szeretlek téged, ahogy eddig senkit sem ég. Gyere vissza, kérlek, hozd vissza a szépet, legyen minden úgy, ahogy rég. Gyere vissza, kérlek, úgy szeretlek téged, ahogy eddig senkit sem ég. Ahogy eddig senkit sem ér. Pályer András
mást láthatták és hallhatták, és midőn megy, az időből lassan-lassan kifutunk, már-már el kellene búcsúznom önöktől, de mielőtt megtenném ezt, még egyszer megkérem önöket, hogy írják meg a Budapest Televízió címére a jó és a rossz véleményüket, illetve azt, hogy kit szeretnének a következő műsorokban látni. Én remélem, hogy ma is sikerült egy olyan élvezetes programot nyújtani önöknek, ami mindenki megelégedésére szolgált, ha mégsem, írják meg. Fogadják sok szeretettel utoljára ma este a Sunny Dance Bandet, viszontlátásra! Don't blame me on sunshine.